Part of my purpose being in Hungary is to share the gospel. Üdvözlettel köszöntök mindenkit. Része az én jelenlétemnek Magyarországon, hogy bemutassam az evangéliumot. And I came across this invitation to heaven. Ezzel jöttem, ezzel a meghívóval, amely a mennybe hív. Everyone in Hungary gets an invitation to heaven. Mindenki kap Magyarországról egy meghívót a mennyországba. Wherever I go, I share God's word. Bárhova megyek, megosztom Isten üzenetét. Sometimes when I share God's word, people don't want to hear it. Néha, amikor ezt megosztom, az emberek nem akarják meghallgatni. And they say, that's not for me. Azt mondják, hogy nem, ez nem nekem szól. Some people, when I share the gospel, get very, very angry. Aztán néhányan nagyon dühösek lesznek, hogy ezt megosztom. And they say, get that stuff away from me. És azt mondják, tarts távol tőlem ezt a dolgot. But there are other people who receive God's invitation. De van, aki elfogadja végül a meghívót. Open it up. And we know according to God's word there is only one way to heaven. És tudjuk, hogy Isten akarata szerint egyetlen egy út van a mennybe. Isten tells us, or Jesus tells us, I am the way, the truth and the life. Isten azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. And what he did at Golgotha paid for our sin. És amit ő a Golgotán tett, az fizetség volt a mi bűneinkért. This even has the authorized signature on the back. És ott van a hátulján az aláírás is. And Jesus szeretteget, yeah? Jézus szeret téged. You know there are some people, vannak emberek, who think that they can get to heaven if they are very, very good. Akik azt gondolják, hogy ha nagyon jók, akkor eljuthatnak a mennybe. But we know according to the word of God that doesn't work. De tudjuk Isten ígé alapján, hogy ez nem fog működni. Some people think that if they go to church every Sunday that will get them to heaven. Valaki azt gondolja, minden vasárnap ott van a templomban, na az majd a mennybe viszi. And we know from the word of God that doesn't work either. De tudjuk Isten ígéből, hogy ez sem fog működni. Some people actually think if they have a lot of money they can pay their way to heaven. Vannak emberek, akik azt gondolják, hogy ha sok pénzük van, akkor majd befizetik magukat a mennybe. But we know from reading the word of God that doesn't work either. Tudjuk Isten ígéből, hogy ez sem működik. But if we read the word of God we find out ígét, azt találjuk, that there is only one way to heaven. Egy út van a mennybe. We find out that Jesus came down from heaven. A Jézus jött le a mennyből. He became a human being. Emberré lett. And we know from reading God's word there is only one way to heaven. És tudjuk Isten ígéből, hogy egy út van a mennybe. And that's through Jesus. És ez Jézuson keresztül vezet. There is no other way. Nincs más út. Jó? Jó. Jó. I have here a black bag. Itt van nekem egy fekete and it táska. It is an empty bag. Üres. Please hold that, just like I'm holding it. Okay. And is there anything in there? Van valami benne? Nincs semmi benne. I have here a black box. Van itt egy fekete doboz nálam. Black always reminds me of darkness. A fekete mindig a sötétségre emlékeztet engem. Hell is a place of darkness. A pokol a sötétség helye. Now on the other side there I have a deck of cards in the box. De itt van a másik oldalon egy pakli kártya ebbe a dobozban. It is a red deck of cards. Ez egy piros pakli kártya. A red always reminds me of sin. A vörös az a bűnre emlékeztet engem. It reminds me of the cleansing blood of Jesus. Ez Jézus megtisztító vérére emlékeztet engem. Now these individual cards remind me of the much much sin that is in my life. Ezek az egyes kártyák az a sok-sok bűnt jelképezik, ami az én életemben van. There is much much sin in my life. Oh, nagyon sok minden van az én életemben. Well, we know that Jesus died for our sin at Golgotha. Well, tudjuk, hogy Jézus meghalt a bűnért a Golgotán. And when he died, he was buried in a tomb. Mikor meghalt, eltemették a sírba. Tap that three times. Háromszor megütöm. And we know on the third day the tomb was empty. Akkor harmadnap üres volt a sír. And we know that Jesus is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us of all unrighteousness. Jézus igaz és hű, ha megvalljuk bűnünket, megtisztít minden hamisságtól. Jézus szeret téged. Jézus szeret téged. Igen? Yes. Yes, yes, yes. Well, you know, I have something unusual here. Van valami szokatlan itt számotokra. Okay, please hold that. Tartsam ezt. Okay, and get this. I have, open it up. Nyissam ezt ki. Okay, some silks. Van nekem néhány kis selyem darab. Four silks. Négy selyem darab. I have this yellow silk. Kis sárga selyem. That reminds me of gold. Ami az aranyra emlékeztet. There is much, much gold in heaven.
Sok arany van a mennyben. Red reminds me of sin. A vörös megint a bűnre emlékeztet. Christ had to shed his blood to pay for my sin. Krisztusnak a vérét kellett ontani, hogy megfizessen a bűnömért. The blue color reminds me of the sky above us. És a kék a felettünk levő égre emlékeztet engem. God calls the sky heaven, so that reminds me of God. Így hívja a mennyet Isten, hogy menj. This green color reminds me of things that grow. És a zöld pedig a növekedésre. Like trees and plants and grass. A fű, a fák és a növények növekednek. And we know that we must read God's word. Tudjuk, hogyha Isten ígét olvassuk, so that we can grow in his wisdom. Akkor növekedhetünk az ő bölcsességébe. And you saw me put those silks in my hand, yes? Láttátok, hogy betettem a kezembe ezeket. When I open up my hands, those silks will have disappeared. Ahogy kinyitom a kezemet, ez mind eltűnik. Watch. Nézzetek. And be amazed. És csodálkozzatok. Hú. Hmm. What happened? Mi történt? What'd you do wrong? Mit rontottam én el? I never do this trick wrong. Sosem rontom ezt el. Hmm. There were four silks, yes? Ott volt ez a négy kis, kis sejem. I have here another rope. Van itt egy másik kis kötéldarab. This is not just an ordinary rope. Nem egy hagyományos kötéldarab. This is a yellow rope. Hanem sárga yeah, kötél. Yeah. And again, as we said, yellow reminds us of gold. Én, ahogy mondtam, hogy a sárga általában az aranyra emlékeztet. There is much, much gold in heaven. Nagyon sok arany van a mennyben. Watch and be amazed. Nézzétek és csodálkozzatok. Watch and be amazed. Nézzétek és csodálkozzatok. Jó? Is that good? Jó lett ez. As you can see, I have three ropes. Ahogy látjátok, három különböző mazag van nálam. And as you can see, they are all exactly the same. Látjátok, ugyanazok. Yes? Nem. Igen. It's not the same length. He says not the same length. Watch. Azt mondom, hogy egyformák? Mondom, nem, hát meg különböző hozóság. Azt mondom, figyelj csak. You know, there are some people who think there's such a thing as small sin. Vannak emberek, akik azt gondolják, hogy van kis bűn. And then there are some people who think there's such a thing as sin that's a little bit bigger than small sin. Azt mondja, vannak emberek, akik kicsit nagyobb bűnökben gondolkoznak, ez kicsivel több, mint egy kis bűn. And then there are some people who think there's such a thing as big sin. És vannak emberek, akik azt mondják, na, vannak igazán nagy bűnök. Like gossip. Például a pletyka. But we know from reading the word of God, de tudjuk Isten igéből, that God tells us sin is sin. Isten azt mondja, a bűn az csak bűn. There is no difference between small sin, big sin or little sin. Nincs nagy bűn, kis bűn, közepes bűn között különbség. All bűn sin, all sin leads to hell. És minden bűn a pokolra visz. We know that tudjuk, in the eyes of God, hogy Isten szemében, all sin is the same. Isten szemében minden bűn teljesen egyforma. There is no difference between small sin, big sin and little sin. Nincs különbség a kis bűn, nagy bűn. We'll tie the ends together. Összekötöm a végét. And as you can see, we have three ropes tied together. És ahogy látjátok, ez a három össze van kötve. And they are all the same, would you say? Mindannyian egyformák, ahogy yeah. látjátok. You said earlier they were not. Igen, ezt mondtam. Azt mondtam előtte, hogy nem egyformák. Now if we tie this last end together, hogyha a másik végét is összekötjük, we get something that's kind of neat. Hold that, please. Valami érdekeset látunk, például tartsam itt. We get a triangle. Itt van egy háromszög. This reminds me of the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. A Szent Háromságra emlékezz, az Atya, a Fiú, Szentlélekre. And make no mistake about it. Isten szeretteget. Ne felejtsük, hogy Isten szeret. Yeah, God loves us. Isn't that Isten szeret bennünket. Ugye milyen jó hír ez? Ooh, look what I have here. Nézzétek csak, mi van itt. I have the wonder box. Csoda doboz. The wonder box. Csoda doboz. Would you like to see the wonder box? Sure. Akarom látni a csoda dobozt. Igen, tartsa meg ezt. They call this the wonder box because it's wonderfully empty. Azért hívják csodadoboznak, mert csodálatosan üres. You know, some things that appear to be empty maybe may not de be hogyha empty. Üresnek is tűnik, lehet, hogy mégsem üres. Hmm. This reminds me of the rainbow. Ez a a szivárványra emlékeztet. This reminds me that God destroyed the world by water. Arra emlékeztet, hogy Isten az özönvíz által elpusztította a földet. And that God will not destroy the world again. És Isten nem fogja még egyszer elpusztítani. By water.
víz által. Now it's empty. Would you agree? Most üres. Egyetértetek? Yes. 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 Well, you know, this reminds us again of what? Sin. Ez megint a bűnre emlékeztet minket, ez a vörös sejem. And we know that Jesus died and paid the penalty for our sin. És tudjuk, hogy Jézus meghalt a mi bűneink büntetésért. And we know that he took all our sin. És tudjuk, hogy elvette a mi bűneinket. Okay, he died in our place. Meghalt a mi helyünkben. And we know from reading God's word that Jesus loves us. Tudjuk, yeah? Hogy Jézus szeret bennünket. And he took all our sin. És minden bűnünket elvette. Yeah. The wonder box. Ez a csodadoboz. Isn't it wonderful that Jesus died and paid for our sin? Ugye, hogy milyen csodálatos, hogy Jézus meghalt és kifizette a mi bűneink büntetését. I have here a pencil. Van itt egy ceruza. I have here a red covering. Egy piros törölköző. And red again reminds us of sin. És ez a bűnre emlékeztet engem. And this is a rat trap. És itt van egy patkánycsapda. Okay, rat traps can be very dangerous. Nagyon veszélyes lehet egy ilyen patkánycsapda. So when I do this trick, I have volunteers. Tehát önkéntesekre van szükség a trükkhöz. We will use this rat trap to demonstrate the power of Jesus. Jézus hatalmát akarjuk ezzel demonstrálni. Okay, and we will use his finger to demonstrate the power. Az önkéntes ujját használjuk, hogy ezt demonstráljuk. Now before we use his finger, we will use that pencil. Mielőtt az ujját használnánk, a ceruzán kipróbáljuk. We must be careful. De óvatosan kell mindezt csinálni. We could lose a finger doing this trick. Egy-egy ujját elveszíthetünk a trükk bemutatása során. This is why I use volunteers. Ezért használok önkénteseket. I have never lost a finger doing this trick. Sosem veszítettem egyetlen ujját se. Because I use volunteers. A trükk miatt, mert mindig önkénteseket használok. We must be careful. First with the pencil, we will demonstrate the power of the rat trap. Go straight down, please. All right, sometimes it breaks. Néha eltöri. Where's the rest of it? Leesett a vége a földre. Okay, we don't need that. Please show everybody your finger. Mindenkinek mutassunk egy ujjat. Are you right-handed or left-handed? Right. Okay, don't worry, this will heal within maybe 3 weeks if I make a mistake. Ha hibázok, 3 hét alatt ez meggyógyul. Okay, and you have nothing to worry about, you can trust me. Nem kell aggódni, bízhatsz bennem. Okay, do you trust me? Yes. Nem. Only trust Isten. Csak Istenbe bízál. I could make a mistake. Én hibázhatok. Well, you know, this rat trap reminds me of sin. Ez a bűnre emlékeztet engem. When we first do a little sin, sometimes it feels real good. Amikor kicsit belekezdünk a bűnbe, akkor jónak tűnik. And then we want more. Szerintem többet akarunk. But we will demonstrate the power of Jesus with this rat trap in your finger. De Jézus hatalmát demonstráljuk ezzel a csapdával és a te ujjaddal. He said he trusts in me. That's not going to help him. Hogyha bennem bízik, az nem segíti. With your finger go straight down. Straight down. You can trust me. I took the power of the rat trap away. Which is in the springs. A rugóban van az erő, és a rugót félretettem. So when he put his finger down, amikor oda tette az ujját, the power was taken away, akkor elvettem az erőt a rugóból, no harm would come to him, akkor semmilyen sérülés nem okozhatott. And when we trust Jesus as our Savior, he takes the power that sin has over us away. És amikor Jézusba bízunk, akkor ő elveszi a bűn erejét a mi életünk felől. He gives us the power to say no to sin. Ő felhatalmaz bennünket arra, hogy nemet mondjunk a bűnre. Now, I usually use two people for this next trick. Ez a trükköz két embert használok. Okay, but maybe we can do it with just one person. Lehet egy emberre is meg tudjuk csinálni. I have two silks here. Két kis sejem van itt. Okay, please open them. Okay, hold them up high. We have a black silk and we have a white silk. Egy fehér és egy fekete. And we have this bag here. És itt van ez a kis zacskó. I'm going to put this black silk in the bag and change it to a white silk.
Beteszem ide és átváltoztatom fehérre. Watch this. This is amazing. Nézzétek. I am good. Yeah. Jó vagyok. It changed to a white silk. Yo. Átváltozott fehérre. Now watch. We'll put this white silk in and I'll change it to a black silk. Beteszem ezt a fehéret és feketévé változtatom. Yo. It changed to a black silk. Átváltozott feketévé. Yeah. Hey, there's the white silk. Íme a fehér. And there's the white silk. És íme a fekete. And there's the bag. És itt van a zacskó. Isn't that amazing? No. Nem. Csodálatos ez? Nem. Hú, nem tudom. Let's put them back in. Tegyük vissza őket. Okay. Okay, they're in there. You know what we forgot to do? We forgot to pray. Please put your hand over there. Father, we just thank you and praise you for this time and opportunity. Now, in Jesus' name, we give you thanks. Amen. Please take out the silks. Open it up, please. We know, according to the Word of God, there is only one way to heaven, and that's through the Lord Jesus Christ. Amen. And that is amazing that He died and paid for our sins. Ez csodálatos, hogy ő meghalt a bűneinkért. So don't let anybody trick you into thinking there is any other way to heaven. Yeah. Ne hagyjátok, hogy bárki becsapjon benneteket, hogy van más út a mennybe. Isten szeret téged. Isten szeret téged. I have here a most amazing trick. Van itt egy még csodálatosabb trükk. Please hold that. Tartsam ezt. Okay, I have here a smile ball. Ez egy mosolygó labda. Doesn't that bring a smile to your face? Nem hoz ez mosolyt az arcodra? Why? Nem tudom. I don't know. Watch. Nézzétek. Watch. If somebody... Ha valaki így csinál... Oh. Ránéz a labdára, yeah, egyből mosolyog. Yeah, did you see the smile it brought to my face? Látod, hogy milyen mosolyt hozott az arcomra? Yeah, this is most amazing. Give me your hand. Okay, just hold that like that. Okay, this bag is the smile activator bag. Ez a mosoly aktiváló doboz. And we have in this bag some smiles. Jó néhány mosoly van itt ebbe a kis. Yeah. Isn't that good? Ugye, wow. And we have the bag that will activate the smiles. És ez a doboz fogja aktiválni a mosolyokat. Please. Dobjuk bele. No. Okay, and the bag's going to do its trick, and look at that. Isn't that amazing? Wow, look at that. Isn't that the bag activated the smiles. Wow. Yeah? Yeah? Igen, yes. No, hoo-ha. Wow. Look at those smiles. Nézzétek ezeket a mosolyokat. Hányat aktivál ez a kis zacskó. It just activated all these smiles. Isn't that amazing? Aktiválja ezeket. Wow, nem csodálatos? Nézzétek csak. Wow. It's amazing what an activator can do. Egy ilyen aktivátor mit tud tenni? Nem csodálatos? Jó. I have one more. Utolsó. Okay, and this is what I call my God loves the world bag. Az én Uram Istenem szereti a világot zsák. Ez a neve ennek. Doesn't this remind you that God loves the world? No. No. Emlékeztet ez téged arra, hogy Isten szereti a világot? Mondtam, hogy nem. Some people need help. Néhány embernek segítségre van szüksége. This plaid color reminds me that God loves the Scottish people. Ez arra emlékeztet engem, hogy Isten szereti a skótokat. And God loves the Muslim people, this green color reminds me. A zöld arra emlékeztet, hogy Isten szereti a muzulmánokat. And you know what? God even loves the communist people. Isten még a kommunistákat is szereti. God even loves the Asian people. Az ázsiaiakat is szereti Isten. Isten even loves the black skin people. Isten a feketéket is szereti. Isten even loves the white skin people. A fehér bőrűeket is szereti. Yeah, Isten even loves the brown skin people. A barna bőrűeket is szereti. Yeah, Isten even loves the people of America. Isten a bőrűeket is szereti. Yo, yeah. No, yo. Nagyon jó. Yeah, nagyon jó. Wow,
That is really good. God loves all the people of Isten the world. Isten mindenkit szeret. God loves all the people of the world so much that he allowed his son to come into the world. Isten annyira szeret minden embert, hogy megengedte, hogy az ő fia eljöjjön a világba. He was born into the nation of Israel. Megszületett Izraelben. God even loves the Hungarian people. És Isten szereti még a magyarokat. Yeah! Yeah! God even loves you. Téged is szeret Isten. You know, all the money in the world cannot pay for our sin. A világ összes pénze nem elég, hogy megfizessen a mi bűneinket. The only thing that can pay for our sin is the cleansing blood of Jesus. Jézus megtisztító vére az egyetlen, ami megfizet a mi bűneinket. There's a verse in the scripture where God says, "Come." Van egy szakasz a Bibliából, Isten azt mondja, gyertek. Let us reason together. Törvénykezzünk. Though your sins are like scarlet, they can be as white as snow. Hogyha a bűneitek skarlát pirosak, fehérjé lesznek, mint a hó. Isten desires us to come to him, so our sins can be forgiven. Isten azt akar, hogy hozzámenjünk, hogy bűneink megbocsátassanak. And once we trust Jesus as our Savior, hogyha mi bízunk Istenben, Jézusban, mint a mi megváltónkban, we become a changed person. Egészen megváltozott személyé változunk. Isten changes us into a new creation. Isten új teremtményé tesz bennünket. Once we trust Jesus as our Savior, we become children of God. Isten gyermekeivé leszünk a Krisztusban, mint megváltónkban bízunk. Once we trust Jesus as our Savior, our destiny is to be with him in heaven forever. Hogyha ő benne bízunk, a mi sorsunk, az örök sorsunk a mennyország. And what we should know and understand is that Jesus szeret téged. És amit meg kell értenünk, az az, hogy Jézus szeret téged. Isten szeret téged. Isten szeret téged. Nagyon köszönöm szépen. Thank you. Köszönjük szépen.